A korábbinál is komolyabb eredményeket szeretne elérni Magyarországon az osztrák Öforst Forsttechnik GmbH. A John Deere Forest erdészeti gépeket forgalmazó vállalat 2009. júniusában alakult. Első komoly magyarországi bemutatkozása pedig 2013. szeptemberében az Innolignum Sopron kiállításon zajlott le, ahol egy John Deere Harvestert és egy Forwardert mutattak be a szakmai közönségnek. Az általunk forgalmazott John Deere gépek között találjuk a harvestereket, amelyet a kitermelésnél a döntéshez és a rönkök méretre vágásához használunk, a forwardereket a kiközelítésnél alkalmazzuk. A John Deere világszerte piacvezető ezen a területen, ami többek között a folyamatos innovációnak köszönhető. Az Öforstnál a célunk az, hogy partnereinknek ne csak egy gépet, egy terméket nyújtsunk, hanem egy egész csomagot a szervíztől az alkatrészekig bezáróan. A magyar piacon a John Deere Forest gépek tekintetében 2013. márciusa óta komoly változások történtek. A forgalmazás ugyanis az Öforst végzi, ám a szerviz a magyarországi Timbertrans Kft. Feladata. Mi Magyarországon újak vagyunk, de a céljaink nagyon komolyak. Ehhez nagyon fontos, hogy Sopronban be tudtuk mutatni a gépeinket. Természetesen jelenleg is van már sikeres üzletünk Magyarországon, és vannak partnereink is. Az egyik ilyen partner a Zalaerdő Zrt., amely a Sopronban kiállított Forwardert vásárolta meg a cégtől. Az állami erdőgazdaság területén szolgálatba állt erdészeti gépet nagy népszerűség övezte az Innolignumon, ahol bemutatkozhatott a Timbertrans Kft. Is. Mi lettünk 2013 tavaszától a John Deere Öforst gépeknek a magyarországi hivatalos márkaszervize. Mi fogjuk ellátni a garanciális és egyéb javításokat, alkatrészt beszerzést tudunk intézni. Magyarországon nagyon elterjedtek ezek a gépek, nagyon megbízható, jó szerviz háttérrel, alkatrész ellátással tudjuk biztosítani a folyamatos és megbízható működését a gépeknek. A kezdeti lendület tehát megvan, a John Deere erdészeti gépek pedig méltán népszerűek, így az Öforst Forsttechnik GmbH előtt komoly lehetőségek állnak, hogy meghódítsák a magyar piacot.